Nehéz dolog, mert az úszodát, a régi újpesti úszodát ugye mindannyian szeretük, én is rendszeresen jártam oda, de hát sajnos az nem volt a miénk. Nincs is olyan állapotban, és amikor a döntéshozóknak, a fővárosi korábbi vezetőknek döntési lehetősége volt a mi úszodánkkal kapcsolatban, akkor ők úgy döntöttek, hogy bezárják, és azóta pedig hát teljesen hagyták lepusztulni, tehát az most már úszodaként nem tud megnyílni. Így ezért úgy döntöttünk, mert hogy Újpest egy erős közösség és egy erős város, és nem várunk másra, hogy megépítjük a saját uszodánkat, saját területen, saját forrásból, úgyhogy ezt most már senki nem veheti el tőlünk. Nagyon bízom benne, hogy nem lesz semmiféle fennakadás, és ahogy ezt mondtam, ősszel itt mindenki kipróbálhatja ezt az uszodát. Ugye a sport amúgy is egy lényeges kérdés Újpesten, tehát ez egy alapvető dolog, hogy legyen uszodánk. Igen, és az, hogy van egy olyan klubunk, az UTA, amelynek a történelme összenőtt a várossal, és ezen kívül számos más sportegyesület is van. Ez mutatja, hogy ha valaki Magyarországon kiejti azt a szót a száján, hogy sport, akkor az Újpestnek elsők között kell beugrania, és ezt megmutatta a tavalyi olimpia. A legeredményesebb sportegyesület volt az olimpiát és a paralimpiát tekintve. Berki Krisztián olimpiai bajnok lett, Dompi Rudolf újpesti születésű sportolónk olimpiai bajnok lett, Karakas Hedvig 5. pontot szerzett, paralimpiai vívóink nagyon-nagyon szép eredményt értek el, és azóta most már az UTE színeiben sportol Gyurta, Dani és csapattársai, és ezzel a sor még nem ért véget, de egyelőre csak ennyit tudok most mondani. Mindenki legyen figyelmes, és néhány héten belül újabb jó híreket fog hallani. Itt alapvetően fontos, gondolom, hogy az újpestieknek legyen lehetőség az egészséges életmódra. Én azt gondolom, hogy a sport az fontos. Fiatalabb koromban én is versenyszerűen sportoltam, most már csak akkor, amikor tehetem, de az fontos valóban, hogy a fiatalok, a gyerekek lehetőséghez jussanak. Ugye van egy olyan szándék, törvényi rendelkezés, ez a mindennapos testnevelés, ehhez nyilván infrastruktúrát is kell biztosítani, és itt Újpesten azt gondolom, hogy egész jó fejlesztéseket hajtottunk végre. Tavaly 6 óvodában avattunk ovifocipályát, és ez idén is folytatódni fog. 2 iskolában, az egyikben egy műfüves pályát, a másikon egy gumiburkolatú pályát adtunk át, ezek 20-40 méteres szabvány kézilabda, egy kispályás focilabda pályák. Úgyhogy nyilván itt épül az uszoda, az idén megvalósul a Szilágyi úti atlétikai stadion fejlesztése, amit most már az államtól saját kézbe vettünk, tehát most már a Szilágyi úti atlétika pálya is a miénk, itt is jelentős fejlesztések lesznek, és hát nyilván egy kiszámítható működést biztosítunk az UTE-nak, egy 4 éves keretmegállapodást kötöttünk, és így ők is nyugodtabban tudnak tervezni, és abszolút csak a szakmai munkára koncentrálnak a mindennapos anyagi gondok helyett. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy mindenre van pénz, sőt, de az, hogy kiszámítható a gazdálkodás, és hogy tudnak tervezni, hogy tudnak fejleszteni, az egyrészt megmutatkozik az olimpiai eredményekben, és abban is, hogy neves sportolók döntenek úgy, hogy ide jönnének sportolni, ami nekünk kedves, mert hogy ezek a sikerek fogják előrébb vinni magát, a nemzeti sportügyét is, meg ők szolgálnak példaképül a mi gyermekeink előtt, akik nyilván önmaguktól is szívesen sportolnak, de ha látnak példaképeket, mintákat, akkor sokkal szívesebben, sokkal motiváltabban vesznek ebben részt. Én azt gondolom, ez nagyon fontos. Gyurta Dani várható az avatáson? Hát ez az ő programjától függ. Nyilván mi szeretnénk, hogyha itt lenne, sőt egészen biztos vagyok benne, hogy ő is szeretne itt lenni, ez csak az időponttól függ, majd megpróbáljuk úgy választani, hogy ő is itt tudjon lenni, meg más sportolók is, mert hát nyilván, hogyha úszásról van szó, akkor egy ilyen létesítménynél úszót illik hívni, de hát azért én örülök annak, hogy az UTE-nek a korábbi vízilabdázója lett most ugye a szövetségi kapitány, és számos helyen az országban vannak olyan emberek, akik itt Újpesten, vagy adott esetben az UTE-ban értek el eredményeket, hoztak örömet számunkra és az egész országnak. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is Újpest nagyon büszke lehet, és minden újpesti büszke lehet ezekre az eredményekre, nem csak a múltbeli, hanem nagyon bízom a jövőbeni eredményekre is.
Ha már sport és egészség, akkor adja magát a téma, hogy az STK-hoz is ellátogattunk. Miért volt fontos, hogy átvegye a fővárostól az STK-t az önkormányzat? Ahogy említettem, a főváros nem volt mindig kegyes az újpestiekhez, és amikor ez a szakorvosi rendelő még a Károlyi Kórház keretén belül működött, akkor a kórházzal együtt a főváros korábbi vezetése teljesen, hát hogy is mondjam, legatyásította. Nagyon komoly adósságokat halmozott fel a kórház, és úgy döntöttük, hogy a szakorvosi ellátás az jó, hogyha újpesti kezekben van, ezzel segítettünk a kórházon is, illetve hát nyilvánvalóan most már saját kézben, a saját döntéseink szerint tudjuk működtetni, felújítani, jobb színvonalúvá tenni az ellátást. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket megtesszük, megcsináljuk. Nyilván ugye a sport, az egészség összefügg, a sport azért kell, hogy egészségesek legyünk, de adott esetben a sporttal kapcsolatban is lehet balesetet szenvezni, és nyilván, hogyha valakinek meg arra van szüksége, hogy orvoshoz forduljon, akkor azt tegye már olyan körülmények között, amely méltó lehet. Én azt gondolom, hogy amikor ez a felújítás teljesen kész lesz, az Európai Uniós forrásból finanszírozott energetikai felújítás már készen van, de Újpest a saját erejéből tovább folytatja. Látszik, hogy a belső terek is megújultak, a mellékhelyiségek is megújultak. Most már új technikai eszközök beszerzése is elkezdődött, új fogászati székek érkeztek, ultrahangkészülék beszerzése van folyamatban. Nyilván egy városhoz hozzátartozik az is, hogy a házak közötti közterületek rendben legyenek. Tavaly két ökoparkot adtunk át, építettünk, és folytatni fogjuk ezt a programot. Ennek az egyik helyszínén vagyunk itt, ahol a teljes környezet megújítására fordítottunk figyelmet. Ugye ezek a panelházak ugye nyilván az építésüktől függően 20-25, adott esetben 30 évesek, és akkor alakult ki az a környezet, ami egészen idáig jellemző volt. És itt egy ilyen ökoszemléletben, tehát, hogy minden meglévő anyagot, amit csak lehet újrahasznosítva, megtartva, de már a kialakult vagy adott esetben megváltozott szokásoknak megfelelően alakítsunk át. Így újultak meg ezek a területek, és így fognak majd megújulni további közterületek így a lakótelepek közepén, környékén. Nyilván első lépés ugye a parkok létrehozása, felújítása. Ki az, aki a karbantartásért felel? Létrehoztunk egy saját céget, az Újpesti Városgondnokság Kft-t. Úgy gondoltuk, hogy Újpest önellátó tud lenni ebben a területen is. Korábban egy közbeszerzésen kiválasztott külső vállalkozó végezte ezeknek a munkáknak a legnagyobb részét. Mi úgy döntöttünk, hogy saját kézbe vesszük, és így egyébként most már a gyakorlat alapján mondhatom, hogy hatékonyabban, kevesebb pénzből jobb eredményeket tudunk elérni. Túlnyomó részt újpesti munkavállalókkal, akik folyamatosan itt élnek közöttünk, tehát többszörösen is felelősséget éreznek azért, hogy ez a munka rendesen el legyen végezve. De ennek ellenére, hogy azt mondom, hogy hatékonyabb, ez még mindig jelentős összegeket emészt föl, mert hogy mindig vannak olyanok, akik nem feltétlenül gondolják azt, hogy a szemetet el kell vinni a kukáig, vagy a kutyájuk piszkát fölszedjék a dolog után. Éppen ezért indítjuk el ezt a kampányt most tavasszal, a Nem Nagy Dolog kampányt, amiben hát szeretnénk valamennyi kutyatartó figyelmét fölhívni arra, és főleg azoknak a kutyatartóknak a figyelmét, akik eddig valamilyen oknál fogva, akár belső indítatás, akár infrastruktúra, tehát zacskó hiányában nem végezték el ezt a dolgot, ezt a nem nagy dolgot a kutyájuk után. Talán, hogyha odafigyelünk egymásra, hogyha az önkormányzat ezt a kampányt beindítja, hogyha biztosítjuk ezeket a kutyagyűjtő zsákokat, akkor talán ezek a közterületi állapotok is javulni fognak.
és akkor nyilvánvalóan kevesebb pénzt kell erre költeni, amit más fejlesztésekre lehet fordítani. Ugye a kutyások számára is nagyon komoly fejlesztések voltak, számos kutyafuttatót építettünk a tavalyi év során is, és idén is néhány átadására fog sor kerülni. Bővítettük a kutyapisztolygyűjtő edények számát, és egy elektromos hajtású kutyapisztolygyűjtő autót is beszerzett az Újpesti Városgondnokság. Tehát én azt gondolom, hogy mi, mint önkormányzat mindent megteszünk azért, hogy a közterületeink rendben legyenek. Én azt gondolom, hogy az újpestiek túlnyomó többsége és a kutyatartók túlnyomó többsége megteszi. Szeretnénk elérni azokat is, akik eddig nem tették meg, hogy a kutyáik után felszedik a piszkot, vagy pedig nem dobják rá a szemetet, ezután akkor ezt tegyék meg, illetve ne dobják el. Azért, hogy ezeket a forrásokat, ezeket a pénzeket másra tudjuk fordítani, és azért egyébként, hogy senkinek ne kelljen bosszankodni azért, mert valami olyan történik a cipőjén, amit nem tervezett aznapra.